Sziasztok, itt Szindekvő Headquarters, és visszatértem a Pokémon Red Adventures végigjátszásra, és azt hiszem, hogy ott hagytuk abba, hogy lenyomtuk a rakétacsapatot egy ilyen nagyon durva maratoni részben. Én pedig vissza akarok venni pár Pokémonomat, mégpedig Eevee-t, meg Poliwrettet. 45-ös, 30 akárhányas. Van egy Tyrogunk is, jól van. Én is nagyon furcsa talán, hogy Eevee már nem alakult át, viszont azt tudni kell, hogy Rednek az Eevee-je majd akkor alakul át Espeon-ná, amikor a Mount Moon-on lesz. Szóval most, hogy lenyomtuk a rakétacsapatot, fogalmam nincs, hogy hova menjek. Mert itt mindenkit kiszabadítottunk, és nem emlékszem, hogy hova kéne menni. De nagyon rég játszottam ezzel a játékkal. Lehet ide be a gymbe? Nem. Ez esélytelen. Itt is voltunk már? Oké. Szóval, hogyha most következtetni kéne, hogy hova menjünk, hát belegondolva, északon voltunk. Minden városban voltunk, igazából én úgy hiszem, csak az Indigo Platón nem. Erre mi van? Ja, erre se voltunk, akkor egyértelmű, hogy erre jövünk. Erre mi van? Erre Levendula városnak kéne lennie szerintem. Jó, oké. Nidorina meg minden fasz. Akkor az király. Rendben, akkor erre jövünk. Hát most nem tudok mi más csinálni igazából. Solar Beam. Kinyírt a Nidorinát. Rendben. Bocsánat, hogy nagyon sokáig nem voltam ezzel a végigjátszással. Pokémon Ligával nagyon sok dolgom volt, most már viszonylag úgy, ahogy ráérek, meg de basszus, elkezdett nekem is a suli. A basszus nem arra mondtam, hanem arra, hogy véletlenül Leaf Seedre kattintottam. Nem tudom miért. Razor Leaf fel akarom kinyírni, vagy valami ilyesmivel. Jó rendben, szóval, ja, nekem is elkezdett a suli, most éreztem úgy, hogy viszonylagosan ráérek, és most felveszek pár epizódot. Ahogy látjátok, Snorlaxen van az XP osztó, most őt húzom föl 45-ösig, viszont én Pikachu-t berakom elsőnek. Nálad mi van? Ezt így kéne megnézni. Nálad amulet coin van, király, Leftovers, XP share, Lucky Egg. Jó, akkor te, nézzük mi van, miből gazdálkodunk these days. Van egy rare candy-nk, 9 tag. Jó dolgok vannak itt, de egyik se kell. Jó, akkor ti most nem kaptok semmilyen cuccot. Azt is olvastam, hogy Espeon úgy alakul át ebbe a játékba, hogy valami cuccot kell neki adni, de nekem meg olyan cuccom nincs. Ez van. De jó, hogy pont most becseréltem Pikachu-t, és pont nem tudok ezzel mit csinálni. Aerodactyl-re becserélem. Aerodactyl-nak ez mikor tanítottam meg? Nem baj, de nagyon jók ezek a kis támadások, azért jó kis vánsát. A kövi paraszekt, ez mindet vánsatoljuk, remélem. Remélem van még nálad még egy 50 paraszekt, az jó lenne. Vagy egy Jinx, az még jobb. Úgy van, szuper effektív, Rocktomb. Szóval nagyon rég nem csináltam ilyen részt, de ez nem is baj, nem tudom, láttatok-e a Pokémon Liga draft analízist, konkrétan én most arra gondolok, hogy az én csapatomat láttátok-e? Ugye, nagyon, Egmont Typhlosion, ha, ennek nagyon örülök. Surf, Razor Leaf.
nagyon durva ez a Surface Pikachu Baker. Szóval van egy Type Potionünk, ennek nagyon örülök. Ebből a végigjátszásból konkrétan senkit nem sikerült szerezni magunknak, de ez nem is olyan nagy baj. Azt a Razor Leaf is mind a kettőt kinyírta egyből, nagyon OP ez a kombó az ilyen Gravelerek ellen. Ja, sajnos igazából nagyon első generációs Pokémon sem sikerült szerezni. Aerodactylt se, sajnos, pedig rá nagyon gondolkoztam, hogy egy Mega Aerodactylt, de végül Mega Charizard X lett belőle. Ami végül is nem olyan nagy baj, most Mega Charizard X is elmegy azért, tehát nem olyan rossz Pokémon az. Egyik legrosszabb, meg a nagyon nem nagyon jó Pokémon, Mega Charizard X. Szóval, annak nagyon örülök, de tényleg. Hogy végre elkezdődött a Pokémon League, és már kettő győzelmünk is van. De most nem is erről akarok beszélni, mert ugye ez végül is a Red végigjátszás. Nem tudom, figyelemmel követitek-e az animét, bár ugye ez nem az anime cselekménye. De azért van, mégiscsak egy kis köze van hozzá. Ugye Ash most ott tart, hogy a Kalos régióban van, ugye. A Kalos régió az a hatodik generáció. Ha esetleg valaki itt nem tudná, akkor annak elmondom szépen, hogy igen, az a hatodik generáció. Most kicsit eljöttem erre, de visszamegyek oda megnézni ezt a kaput, azt mindenféleképpen. Vagy fake out. Fake out, Thunderbolt kombó az amúgy nagyon izmos. Szóval indult a Kalos ligában, megint természetesen a 8 jelvényét azt összegyűjtötte eléggé könnyedén, nem azzal volt a gond valójában, hanem mindenki azt hitt, hogy na most végre nyerni fog Ash végre valamit. Nem, második lett, spoilerek. Tehát most így elmondom, de igen, sajnos megint második lett Ash, és megint nem nyert semmit se. De tényleg egy nagyon jó tímet összerakott, ugye. Egy Halucha, Pikachu, Noivern, Gudra, van az Ash Greninja, ami tényleg elég OP, meg Talonflame. Például fun fact, Noivernnel egy csatát nem nyert, tehát valami hihetetlen, tehát nem tudom miért erőlteti, hogyha cserélgetett volna a régi Pokémonjaira is, simán nyerhetett volna, legalábbis szerintem, mert az visszajött Saffron Citybe, szóval ez ide vezet. Rendben. Ezt is jó volt megtudni. Megkerültük gyakorlatilag Sáfrányvárost. Mert például Infernape a döntőbe a Ellen Mega Charizard X-jét leszámítva gyakorlatilag mindegyiket vánsatolta volna. Jó, még hogyha nem is vánsat, de hogy mindent legyőzte volna, az biztos, pláne amikor már egyegyenképp és akkor Blaze képességével. Hát én nem tudom, hogy az se, hogy itt miért piros volt a szöveg. Na, megérkeztünk egy bizonyos helyre, mindjárt nézem. Cerulean City. Itt már voltunk, ugye itt van Misty, viszont én azt fogalmam nincs, hogy mi ez a sok Starmie. Oké, ez most oké, hogy Misty itt van, viszont... Ha jól megnézitek, itt egy írtó nagy homokvihar van. Tehát ezt én nem tudom letagadni, tehát itt egy homokvihar van. És nem tudom, mitől van ez a homokvihar, most ha legyőztük a rakéta csapatot, tudom, hogy itt erre, merrefele haladna tovább a cselekmény. Viszont azt nem tudom, hogy most hova kéne menni. Talán Billhez kéne elmenjek ide éjszakra. Ő talán tudja a megoldást. Itt veletek már itt harcoltam, vagy valami... Igen, ez itt még nagyon az eleje volt, én erre emlékszem. Ujjaj, téged nem tudlak kikerülni. Ne csináljuk a brák. A fake out, de durván kiütette szegény. Amúgy abrák ellen ez kéne ilyen fake out kombók. Na nézzük, hát ha Bill itt van. Na igen, Jó, nem Billhez kellett eljönni.
az a kölyök mit csinálhatott a vízben? Pikachu, nézzük már meg. Igen, érdekel ez a kis kölyök. Siess már ki a vízbe, ez mindig itt túszkál, mi van? Elnyelte a gyereket, furi. Oké, nem tudom mi történt, de fogalmam nincs, tehát teljesen. Egy csomó ilyen side quest van ebbe a játékban, amit így most így nem tudok hova tenni. Például ahogy ami most történt, az most számomra egy kicsit emészthetetlen. Ezt most be kell valljam. Ja, amúgy nem ilyen fehér az arcom, csak megint csak a laptop fénye világít rá, szóval ne úgy azt higgyétek, hogy ilyen sápadt vagyok, meg full rosszul vagyok, ez nem így van valójában. Nem tudom hova kéne menni, viszont itt Cerulean Citybe egyértelműen nincsenek jól a dolgok. Ahogy itt is még homokvihar van, szerintem követem a homokvihart, hát eljutok a forráshoz. Mert ez a homokvihar nekem elég egyértelműen bajós. Ez szerintem Pewter Cityből fog jönni. Hát erre van Pewter City. Mont Moon. Most ezen én nem fogok végig gyalogolni. Várjunk, itt van egy barlang, egy ilyen oldalsó. Ja, titeket váglak. Ja, persze titeket váglak, oké. Szerintem visszamegyek Cerulean Citybe, és ott a teleportálós csávótól egy kicsi segítséget kérek, hogy Pewterbe vigyem már el, mert nekem ez furi. Igazából most az Elite Four jönne, történet szerint, és én nagyon úgy gondolkodok, hogy nekünk tényleges nem Pewterből jön ez a homokvihar, de azért megnézem, hogyha itt elmegyek oldalt, itt is van homokvihar, nem itt nincs homokvihar. Szóval ez csak Cerulean Cityre korlátozódik, ez a homokvihar-szerű cucc, ezt már kiderítettük ebből a részből. Na nézzük, Viridian Citybe megyünk el, azért mert erre kell lennie az Indigo platónak, de legalábbis itt még van egy gym, amit szerintem mi még nem nyomtunk le. Persze ebben már voltunk ebben a gymbe gyakorlatilag, de még tényleg nem nyomtuk le. Mi van, hogyha itt valahol... Tehát ott látszódik, hogy ott lehet szét kéne törni és hátulról bejutni. Van-e Rock Smash-em? Ez-e itt most a kérdés? Nincs. Nagyon nincs. Cutsurf Strength Flash. Tehát egy Rock Smash-t nekem... Szereznem kéne as soon as possible. Ez nagyon valószínű. Akkor viszont most nézzük meg az Indigo platót. Ami ugye erre van, mindenki nagyon jól tudja. Vagy ott van egy Jigglypuff, ahhoz is kéne egy Rock Smash. Ha most itt megnézitek, itt egy Jigglypuff. Kell hozzá egy Rock Smash. Ez is valami ilyen side quest küldi lesz, mert nem nagyon rémlik a Jigglypuff így most a sorozatból, mármint a nem sorozat ez, hanem manga. Na, ez kell nekem, te ki vagy? Jasmine. Szóval nem fog innen elmozdulni, amíg el nem kezdődik az Indigo Liga. Jó van. Hát szerintem meg kell oldanunk Cerulean Citybe azt a valamit, ami éppen ott van. Mert az a homokvihar nekem nagyon durván nem jön be. Jó, most mindenhol szétnéztünk. Ugye mindig ez a szar, hogyha végig csináltál egy küldítésed, abba hagyod. És nem is tudod, hogy hol tartasz.
akkor nem tudod, hogy merre kell menni. Hol volt itt az a teleportálós fazon valahol itt? Itt így fel kellett jönni, jaj, teljesen... Miért van ide eldugva a Pocket Center? Na jó, Cerulean Citybe visszamegyünk. Itt szerintem Misty az, aki tudja itt a dolgokat, nem? Ide jövünk délre. Aha. Hogyha délre jövünk, akkor ez az, ami Saffron Citybe megy. Mármint Sáfrányvárosba. Mert nekem valami ilyesmi kéne. Még Celadont is megnézném, végül is ott is egy jó gym leader volt. Mert ez egyértelműen Sáfrányváros. És ugye itt azért megnézem még egyszer, hogy lenyomtuk-e a gymet. Vagy én nem tudom, hogy itt mit kell, itt én nem látok bent embereket, de még Sabrinát se. És nincs is bent senki, szóval én innen off voltam magam. Ez az egész Sáfrányváros nagyon creepy. Erre nem voltunk még délre. Ja, arra nem is lehet. Akkor meg mindegy igazából. Tehát erről jöttünk. És merre fogunk elmenni? Haló, hol vagy teleportálós fazon? Halika? Kis teleportálós izé? Meg se talállak. De tényleg te hol vagy amúgy? Ilyenkor mit képzesz magadról? Kis köcsök. Ja, itt vagy, jó, azért. Most paletba jöttem vissza, amúgy akkor, ha már ide véletlenül visszajöttem. Megnézem Ó professzort a laboratóriumába. Végül is őt elrabolt a Sabrina, és azóta nem beszéltünk vele. Most komolyan ennyit tudsz mondani? Tehát még egy köszönömet se röffentesz ide. Hihetetlen vagy, Ó professzor. Azért most megnézem az anyámat is, hogy jól van-e. Most talán én eléggé híres vagyok. És itten... Ja, ez a... Ja nem, ez a kecsemék. Ő Délia? Az ugye, ez nagyon furi, hogy így van megcsinálva. De hol van a mi házunk? Most könyörgöm, az az, ami le van rombolódva? Mert nekem amúgy ez így eléggé furin le van rombolva. Oak Resident, Akai Resident. Ő, akiről beszél, azt mondja, hogy ez régen egy családi volt ez a ház, de a kislányt elrabolták. Na ez a kislány amúgy Blue. Csak így mondom, lelövöm a poént, mert amúgy igen, tehát ő Blue, és egy bizonyos madár Pokémon rabolt el, nem más, mint Ho-Oh! Okay, Palettvárosból se terült ki semmi. Következő nyomozási területünk. Hát ugye Cerulean egyértelműen homokos, nézzük meg Vermilion-t. Most minden várost végignézünk, hogy hol, mi lehet, ami úgymond nem a megszokott. Mert azért hirtelen nem tűnik el egy gonosz szervezet, csak úgy pricc-pratsz. Ezt be kell valljam. Ahogy most se viszont, én ebbe a gymbe szerintem még nem voltam. Szóval... Ja de, akkor várjunk. Itt van ez a jel. Azt hittem, hogy én onnan ki tudom szedni a gymet, de, vagy a badge-et, de én úgy emlékeztem, hogy azt így megkaptam. Következő hely, hova mennék, az Levendula város. Itt a temető. Tényleg, jaj, meg itt is van az a temetős küldünk, vagy mi a cucc, hogy itt ez volt, amire rá lehet kattintani, de hogy az nagyon furi, az is egy olyan creepy dolog. Itt ez a mama. Jó, ez is furi. Tehát azt a küldit se nagyon értem. Akár elmehetnénk Celadonba megnézni, hogy ő már visszajött, mert itt se látok semmi különöset és semmi kihívót, szóval Celadon. A következő állomásunk. Itt sincs semmi gond, legalábbis nekem úgy tűnik,
Erikával beszélnem kéne. Erika, léci, szállj rám időt. Most... Jó, ezt most éppenséggel el tudtam vágni, de volt nálam Kat, és itt Erika, Erika, please, léci. Aha, szóval le tudtunk győzni Team Rocketet, és te is csak ennyit mondasz, de amúgy csak jó, neked meg Greennek köszönhetően sikerült legyőzni. Fosza! És mondjuk valami, hogy mit kéne mást csináljak, mert amúgy oké, hogy a Team Rocket le lett győzve, de könyörgöm, egy homokvihar van Cerulean Citybe, tehát azért ez nem ilyen egyértelmű. Közben ide is szerintem akkor kell visszajönni, amikor van Rock Smashünk. Nekem most nagyon úgy néz ki ez a, ez a dolog, hogy meg kéne szereznünk a Rock Smash-t, és utána akár 2-3 helyre is tudnánk tovább menni. Legalábbis nekem így néz ki, nagyon így néz ki. Ugye kezdeni a Viridian City Gym-mel, vagy ezzel, tehát mindegy, valamelyikkel elkezdeni. Mert ahogy így nézem, végignézem én az összes helyet. Nézzük Fuchsia City-t. Itt a gym. Ugye, és itt van Jenin. Mi történt az apámmal, hogyha a rakétacsapat le lett győzve? Igen, ez egy jó kérdés, ugye felszívódtak, én se tudom, mi történt vele, de te is csak ennyit mondasz, tehát ennyit tudunk meg, ami új, hogy le lett győzve a rakétacsapat, le lett győzve a rakétacsapat, ezt már kívülről tudjuk kb. Utolsó reményem Blaine maradt, hát ha tudok Blaine-nel beszélni valami értelmeset, jó lenne, persze nem a gymbe van. Ajajaj. Még a Pokémon Mansionben is ugye ott van az a Mew, meg mind Isten tudja mi. Itt a laborban ugye semmit nem tudunk meg valójában. Itt ez a furcsa kinézetű gyerek. Azt is megnéztem magamnak. Akkor lehet akár erre is el tudok jönni, de nem, mert biztos itt van hátul Blaine. Oké. Ide kellett használni egy kulcsot. Na nézzük, ez Blaine titkos laborja. Full üres, tehát konkrétan üres. Nem tudsz vele mit csinálni. Blaine is teljesen gyakorlatilag el van tűnve. Tehát rettenet. Furi. Nagyon, az a baj, nagyon csendes a világ így... Buk! Nagyon csendes a világ rakéta csapat nélkül, és ez nekem igazából inkább vészjósló. Legalábbis nagyon úgy érzem, hogy ez nem az a... Nem az a kellemes sétagalop, amit lesz. Jó, visszamegyek Saffronba, hát ha itt még ki tudok deríteni valamit a rakétacsapat rejtek helyén, és utána ezt a nyomozós epizódot, hogy gyakorlatilag kiderítsük mi a baj, le is akarnám inkább zárni. Most nagyon belemenjünk ezekbe a portálokba, vagy inkább hanyagoljuk itt a földerítést, mert... Mi az uramistenem? Ilyen random gyerekekkel ne beszéljetek, mert csak sokkolódni fogtok, tehát olyan szinten értelmetlenségeket mondanak, hogy az valami elmebetegség, nagyon para, ne beszéljetek sose ilyenekkel. Jó, offolom ezt a kis csajt is, pedig ő a hílelős, és inkább eljutok oda, hogy befejezem ezt a részt, majd Cerulean Citybe, mert szerintem ott lesz valami gabasz, egyértelműen, mert könyörgöm, ott egy írtó nagy homokvihar van, tehát... Oké, hogy... tehát itt azért látszik, hogy jó, van egy homokvihar, tehát valószínű nincs minden rendjén, de délre eljössz, megjavul az idő, tehát... Kicsit mész a Mount Moon fel, most attól félek igazából, hogy a Mount Moon-on lesznek a gondok. De nem azért, mert hogy a Mount Moon-tól félek,
hanem azért, mert úgy utálom a Montmoon-t, hogy az valami elmondhatatlan. Tehát egy gyűlölöm. Nincs az a... az a pénz, amit nekem fizetni lehet, hogy én a Montmoon-ra szívesen menjek el. Tehát itt még szörfözök egyet, még itt is kipróbálgathatok dolgokat. Például... Ez is Cerulean City, csak itt nincs homokvihar. Szerintem vannak ilyen redvás fák. Na! Mi történik most? Ez nekem már megint nagyon furcsa. Itt is vannak ilyen trénerek. És Polivret, meg minden, tehát az még nem is mondom azt a rossz trénerek. 39-es szint, ugye az nem olyan rossz. Most egy szét nyomoztuk, befejezem itt a részt, és talán innen fogjuk folytatni. Szindakvilé és az erő legyen veletek. Sziasztok!